Tóth Lajos vagyok, a Hajdúszoboszlai Szilver csoportnak a tulajdonosa. Vállalkozásaink 1981-től vannak életben. Az egyik legrégebbi vállalkozó vagyok Hajdúszoboszlón. Talán sok debreceni emlékszik még arra a triciklire, ami Debrecen belvárosába készült. Ezt egy barátommal készítettük el, és ez a tricikli azóta bejárta a világ körüli hódító útját. 82-től szerencsejátékba kezdtem el dolgozni, aztán volt egy váltás 83-ban, amikor betiltották ezeket az automatákat, és 87-ben élet újjá. Hál' Istennek én hittem benne, úgyhogy 87-re elég sok gépet összeszereltem, összeállítottam, és gyakorlatilag 87-ben kellő tőkével ezeknek a gépeknek az értékesítéséből tudtam a többi vállalkozásaimat elkezdeni. Ez valamikor az Ózdi Kohászati üzemeknek a szállodája volt, és több mint két éven keresztül árulták, aztán azt mondtam, hogy jó, akkor megpróbálom ezt a szakmát is. Én Magyarországon minden szállodában wellness lett a fő sláger, de a szállodánk emellett a gyógyturizmust, a spa turizmust, tehát a nyári turizmust, a nyári vakációturizmust, illetve a konferencia turizmust is tudja. Budapestet elhagyva Kelet-Magyarország felé az egyetlen olyan szálloda, amelyik mindent tud. Általában 10 év kell ahhoz, hogy egy szálloda beálljon és ismerté váljon, ahhoz, hogy ezt a szállodát is megismerjék az emberek, ahhoz szükséges ez a 10 év. Bár iszonyatos mennyiségű pénzt fordítunk marketingre, névsorban Hotel Silver sorsolás több éve megy, azon kívül a teljes marketing munkánk szinte a média minden területén, újságokban, folyóiratokban, nyomtatványokban, interneten, ahol csak el lehet képzelni mindenhol, meg kell, hogy jelenjünk ahhoz, hogy ezt a 170 szobát hétről hétre meg tudjuk tölteni. Mint mindennek az uniós elvárásokkal kapcsolatban, hogy előnye és hátránya is van. Én úgy gondolom, hogy inkább előnye volt, hiszen a határok szabaddá válásával azért román és az ukrán idegenforgalomnak a felélénkülése azért várható volt, és hál' Istennek ma már arról számolhatunk be, hogy minden tizedik autóból 3 az román rendszámú. Tehát a regáton túli idegenforgalomból is jelentős mennyiségű vendég érkezik Hajdúszoboszlóra, és örömteli hír az, hogy nem csak a magyar lakta területekről érkeznek Romániából vendégek, hanem az román állampolgárok, akik még esetleg sohasem jártak Magyarországon vagy Hajdúszoboszlón. Ez a szálloda 97-ben mintegy 38 millió forintos évi forgalommal büszkélkedhetett, a mai napon pedig már 2007-et írva közel az 1 milliárdos forgalomhoz járunk, és ez a szálloda Magyarországon a 17. szállodaként jegyzett, természetesen az első 14-15 szálloda az Budapesten van. Hajdúszoboszlón úgy gondolom egy nagyon kedves kis város, tiszta, azt lehet mondani egy Ausztriához hasonló. A közbiztonság rendkívül biztató, rendkívül jó. Hajdúszoboszló a reumások mekkája. Én úgy gondolom, hogy eldicsekedhetünk azzal, hogy talán többen ismerik a világon, mint Debrecent. A Hotel Silver a 4 csillag szálloda, de manapság már az 5. csillag felé kacsingatunk, hiszen a minőségi turizmus határozza meg majd Magyarországot. Pontosan azért, hogy még vonzóbbak legyünk, egy 45 hektáros tanya is hamarosan föl fog épülni. Termálvízzel, medencékkel, szaunákkal, hasonló szolgáltatásokkal, a tanyai programokat napraforgóval jelzik a nemzetközi piacon, tehát 4 napraforgóval lesz elkészítve. A cigányzenétől kezdve mindenféle finom magyaros ételig megkóstolható lesz minden, és 2 óránként buszjárat lesz, így 8 kilométerre van, tehát egy 5 perc alatt ki lehet érni. Horgászat, sporthorgászat, pénzias horgászat, lovaglás, amit csak el lehet képzelni, a turizmusban mindenféle fajtája meg lesz ahhoz, hogy az ide látogató vendégek teljesen jól érezzék magukat. A Hajdúszoboszlói Hotel Silver jelen pillanatban egyik legkedveltebb szálloda lett Magyarországon, éppen a magyaros reggelik miatt minden szabadon használható 10 medence, tehát olyan szolgáltatást biztosítunk, ami igazából Budapestet elhagyva sehol nem található meg.